Az egészségügyi ellátás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Prosztani Tálte-díjban részesült Járomi Melinda, az Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének adjunktusa. Mi a kutatási munkája, hogyan tudná ezt nekünk összefoglalni? Az egészségtudomány és a sporttudomány területein, illetve ezek határterületein végzünk kutatásokat. Például a mostani programunk az egy gerinciskola program, amelyet felnőtteknél és gyerekeknél is alkalmazunk. A gyerekgerinciskola programnak az alapötlete az volt, hogy próbáljuk kihasználni a mindennapos testnevelés adta lehetőségeket, és ezért a testnevelés órák keretében a gyerekeknek egy testtartásjavító, törzsizomerősítő gyakorlatsort tanítottunk, illetve egy pici gerincanatómiát, biomechanikát játékosan, amely nekik segítette azt, hogy még hasznosabban, pontosabban tudják használni a gerincüket, és jobban tudjanak rá vigyázni. Ez a mozgásprogram alkalmazható tornateremben és alkalmazható tanteremben. Azért tartottuk fontosnak a tanteremben végezhető mozgásprogramnak a kialakítását is, mert tudjuk, hogy nagyon sok iskola, bár van mindennapos testnevelés lehetőség, de nem rendelkezik olyan mennyiségű tornateremmel, amely lehetővé is teszi, hogy a gyerekek mindig tornateremben tornázhassanak. Itt kialakítottunk egy gyógytorna alapokra épülő mozgásprogramot, amit tanteremben is végezhető. A felnőtt gerinciskola programokat azoknál a betegeknél alkalmazzuk, akik például gerincműtéten estek át, és szeretnénk azt, hogy tudatosabban használják a gerincüket a továbbiakban. Ők egy elméleti oktatási anyagot kapnak, amelyet akár már a klinikán is tudunk alkalmazni, vagy utána a mozgásterápia rehabilitáció során, és egy mozgásprogramot tanulnak, amivel megerősíthetik a törzsizmaikat. Kutatási eredményeit hogyan tudja átültetni a mindennapi oktatásába? Azt gondolom, hogy igazán akkor hatékony az elméleti oktatás, hogyha van mögötte gyakorlati tapasztalat és folyamatos gyakorlati munka. Így az új kutatási eredményeket, akár a nemzetközi és hazai új kutatási eredményeket, illetve a saját gyakorlati tapasztalatokat nap mint nap használjuk az oktatás során. Hogyan értékeli, hogy munkásságáért állami kitüntetést vehetett át? Ez egy nagyon megtisztelő volt, és nagyon-nagyon köszönöm. Úgy érzem, hogy nem csak az enyém, hanem a kollégákkal együtt végezzük a kutatásokat, így is ez a díj is azt hiszem, hogy elsősorban így együtt nekünk szól, illetve nagyon szépen köszönöm a munkahelyvezetőknek a támogatását is, mert ez is nagyon fontos ahhoz, hogy egy eredményes munkát tudjunk végezni. Mi gratulálunk Önnek, és további sok sikert kívánunk a munkájához. Köszönöm szépen!